Borosné Radinovics Mónika, a Tolna vármegyei SC Bezerédi István Technikum szakmai igazgató helyettese beszélt bővebben az iskoláról, elmondta, mikor lesznek nyílt napok, és hogy mit kell tudni az iskoláról a diákoknak, illetve szüleiknek. Az iskolánkról azt kell tudni, hogy több mint 100 éves, jó hírű iskoláról beszélünk, itt Szekszárd belvárosában, ahonnan a gazdasági élet számos megyei vagy országos szinten elismert szakembere kikerült már. Nagyon fontos volt iskolánk történetében mindig, és a mai nap is az, hogy a szakmai minőségi oktatás mellett ne csak a tartalomra figyeljünk, hanem arra a környezetre, amelyben a diákjainkat várjuk. Ennek égisze alatt az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg, kicserélődtek a nyílászárók, megújult a főépületünk tetőszerkezete, a folyosók, számos tanteremnek a padozata, most van, folyamatban hamarosan elkezdődik az épület teljes szigetelése. Ezen kívül a bútorzatát tekintve is folyamatos fejlesztésekre törekszünk, hogy a diákjaink igazán jól érezzék magukat az iskolánkban. Összesen 9 darab informatika termünk van, amelyből 2 tanirodára használunk. Azt gondolom, hogy nyugodt szívvel állíthatom, hogy minden olyan infrastruktúrális feltétel adott, vagy már szinte 100%-ban adott az iskolánkban, ami egy vonzerő lehet a diákok számára. A mi iskolánkban alapvetően, ahogy mondtam, a gazdasági élet területén működünk már több mint 100 éve. Összesen 3 ágazatban 5 szakmát kínálunk a diákjainknak. Technikumban a gazdálkodás és menedzsment ágazatban pénzügyi számviteli ügyintéző, valamint vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmákat. A kereskedelem ágazatban kereskedő és webáruházi technikust, a közlekedés és szállítmányozás ágazatban pedig logisztikai technikus szakmát kínálunk. Ezek a technikusi képzéseink, és emellett kereskedelem ágazatban még kereskedelmi értékesítő szakmát is kínálunk. A diákjaink 100%-a duális képzésben is folytathatja a szakirányú oktatást, magyarul mondva mehet gyakorlatra. Ez amellett, hogy így a szakmának a valós oldalával találkoznak, és egy igazán naprakész gyakorlati ismeretet szerezhetnek, azt gondolom, hogy nem elhanyagolható az az anyagi oldal, ami egy-egy diáknak egy képzés során megadatik. Amikor ide készültem, akkor összeszámoltam, hogy akár a technikusi, akár a szakképzőiskolai diákokat tekintjük, az ösztöndíjuk, a szakképzési munkabérük és a sikeres szakmai vizsgájuk után várható egyszeres pályakezdési támogatással akár 2,2 millió forintot is egy pénzügyileg takarékoskodó, tudatos diák megspórolhat magának, vagy legalábbis ezzel úgy rendelkezhet, hogy az ők is saját céljainak megfelelően tudja elkölteni. Több olyan oktatónk is van, aki a valós életből, vállalati környezetből jött közénk, és abszolút folyamatosan naprakészen tartja magát a szakmai dolgokban. Hogyha valaki az iskolánkról szeretne több információt megtudni, akkor nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt a különböző pályaorientációs rendezvényeinken. Ezek közül a hozzánk legközelebbi az jövő héten október 11-én lesz, az immár hagyományosnak mondható szakképzési centrumos pályaválasztási roadshow Szekszárdi állomásán. Találkozhatnak velünk az érdeklődők. Ezen kívül a saját nyílt napunk november 9-én, szombaton lesz az első. Ennek a célja jellemzően az, hogy feltételezve, hogy a szülők ekkor egy kicsit jobban ráérnek, szülős, gyerekes, inkább egy kicsit frontális bemutató jelleggel beszélünk a szakmáinkról, míg a november 29-ei nyílt napunkon, ami egy pénteki nap lesz, interaktív módon a gyerekeket foglalkoztatva a nyílt órákba való betekintéssel, illetve egy már hagyományosnak mondható szakmai és állásbőrzével várjuk a diákokat. Ezen kívül természetesen jelen leszünk a november 13-14-én esedékes pályaválasztási kiállításon is. A tanulók is beszámoltak az iskoláról. Én azért választottam ezt az iskolát, mert nagyon sok jót hallottunk róla, és mindenképpen erre az ágazat
Budapestre szerettem volna jönni, a családi vállalkozásainkból kifolyólag, és érettségit is szerettem volna, ebben is biztos voltam, és ezért választottam ezt a szakmát. Ezt az iskolát azért választottam, mert a pályaorientációs napokon és szülők által is megfelelően találtuk, és nekem most nagyon megtetszett az iskola. Bátran tudom ajánlani mindenkinek, aki a logisztikát vagy egyéb más szakmát, amit ebben az intézményben lehet tanulni, bátran ajánlom mindenkinek. A Tolna Vármegyei SC Bezerédi István Technikum oldala megtalálható a Facebookon is, valamint a www.bezeredi.tmsc.hu weboldalon.